Szeretettel köszöntök mindenkit ezúttal tényleg az Epicentrumból, ugyanis itt vagyok a Wall Street-en, Manhattanben, tehát New York városában, az Amerikai Egyesült Államokban, és itt van mögöttem a New York-i tőzsde épülete. Hát valóban az elmúlt évtizedekben innen irányították a világot az amerikai pénzemberek, és ez ellen az egyenlőségi világrend ellen, most úgy tűnik, hogy a világ egyik fele fel akar lázadni. Hát többek között éppen ezért vagyok most itt New Yorkban, nem vettek meg Wall Street urai, hanem azért jöttem ide, hivatalos úton vagyok itt, ha úgy tetszik, kiküldetésben a magyar parlamentet képviselve, hiszen a magyar parlament az országgyűlés is tagja az IPU-nak, az Interparlamentális Uniónak, ami több mint 100 éves szervezet, és a magyar delegációnak, a 6 fős magyar parlamenti képviselőcsoportnak vagyok az alelnöke. Mi hazánkosként szerepelek ebben a 6 fős küldöttségben, tehát teljesen átlátható módon demokratikusan kerültem bele. És ha már itt vagyok New Yorkban, akkor gondoltam, hogy megint feltárok, megmutatok olyan információkat, olyan elképesztő érdekességeket, amit egészen biztosan nem hallhattak még. Úgyhogy tartsanak velem, nézzünk szét, mi a helyzet itt a Wall Street-en, és megmutatom tehát akkor ezeket a nagyon furcsa, eddig még nem látott információkat. Tartsanak velem, és aki még nem tette, ne felejtsen el, iratkozzon fel a csatornámra. Itt a Wall Street 11 szám alatt található többek között a New York Stock Exchange, magyarul a New York-i tőzsde. Dollárparitáson számolva ez a világ legnagyobb tőzsdéje. A New York-i tőzsde egyik fontos vezérigazgatója volt a közelmúltig Duncan Niederauer, aki természetesen a Goldman Sachs-tól érkezett. Ez itt szinte kötelező és tagja a titokzatos G100-nak, a világ legnagyobb vállalatainak vezérigazgatóiból álló magáncsoportnak, csak hogy említsek mondjuk a világgazdasági fórumon kívül egy újabb olyan szerveződést, amelyről nagyon keveset hallunk, amelyről szinte semmit nem lehet tudni, még az interneten is alig lehet bármilyen információt találni, miközben alapvetően befolyásolják, sőt irányítják a világot. A New York-i tőzsde jelenlegi vezérigazgatója Jeffrey Sprecher még érdekesebb. Természetesen ő is a Goldman Sachs és a Morgan Stanley támogatásával érkezett, de nem ez számunkra most a legérdekesebb. A világ talán legfontosabb székében ülő, a világ leghatalmasabb pénzembereinek pénzét forgató New York-i tőzsde ura ugyanis óriási hasznot húzott a COVID-19 kirobbanásából és a kormányok által elrendelt korlátozásokból. 2020. március 19-én nyilvánosságra hozott dokumentumokból ugyanis kiderült, hogy Sprecher és felesége Kelly Loeffler, aki üzletasszony és politikus is egyben, valamint amerikai szenátor volt, előre tudtak a COVID-19 kirobbanásáról és a később bekövetkező kormányzati lezárásokról, politikai és gazdasági intézkedésekről, és hatalmas pénzt kerestek a COVID-sztoriból. Sok millió dollár értékű részvényt adtak el olyan cégekből, akik aztán a COVID intézkedések miatt tönkrementek, vagy sokat veszítettek értékükből. Ezzel egy időben olyan cégek részvényeit vásárolták, amelyek hatalmasat profitáltak a lezárásokból. A nyilvánosságra került dokumentumokból az is kiderült például, hogy a New York-i tőzsdét irányító Sprecher és politikus felesége többek között részvényeket vásárolt a Citrix Systemtől, egy olyan cégtől, amely a COVID-19 miatt elrendelt otthonmaradási utasítások miatt rengeteg pénzt keresett a távmunka növekedéséből. De ez csak egy szimbolikus ügy a sok közül. Itt a Wall Street-en iszonyúan sok pénzt kerestek az igazán hatalmasok, a legnagyobb pénzemberek a COVID-19 sztorin, miközben emberek milliói elszegényedtek, az országok pedig rettenetesen eladósodtak. Éppen úgy, ahogy azt mi előre megjósoltuk. Don't
Ami pedig az amerikai szólásszabadságot illeti, annak végleg vége. A napokban az a vezető világhír, hogy Tucker Carlson, az egyik legnépszerűbb amerikai, egyébként jobboldalinak tartott újságíró, Moszkvában interjút készített Putyinnal. Ezt nem, hogy betiltanák itt az Egyesült Államokban, de egyenesen Tucker Carlson letartóztatását követelik. Ezzel kapcsolatban Elon Musk az X-en, a korábbi Twitteren, amely jelenleg az utolsó olyan amerikai fórum, ahol még nagyjából szabadon beszélhet minden politikai oldal, amely az interjút is egyébként közölni fogja, kijelentette, hogy inkább azokat kellene letartóztatni, akik az újságíró letartóztatását követelik. Ami az amerikai szólásszabadságot illeti, ha már a korábbi Twittert, a mai X-et pozitív példaként megemlítettem, mutatok valamit a közösségi médiában a nemzeti hangokat legdurvábban cenzúrázó Facebookról, amit talán kevesen tudnak. A Facebook anyacége, a Meta New Yorki cégháza, egy olyan felhőkarcoló, ahol a Meta a BlackRock-kal van közösen. Az 50 Hudson Yards, vagyis 50 Hudson Yards nevű 300 méter magas székházat 2022. október 19-én nyitották meg. Nagyon sokat beszéltem már a világ legnagyobb vagyonkezelőjéről, a 10 billió amerikai dollárt kezelő gigacégről, ahogy arról is, hogy hozzájuk vezetett Zelenszky első külföldi útja az ukrajnai háború kitörése után. A BlackRock szépen felvásárolja Ukrajnát, amíg zajlik a háború. Így érthetjük meg, mivel a BlackRock és a Meta itt is egy helyen található meg, hogy miért erősödik annyira a cenzúra a közösségi platformon. Ne felejtsük el, hogy nem csak arról van szó, hogy egy székházban, egy felhőkarcolóban található a Meta és a BlackRock itt New Yorkban, hanem a BlackRock, a Meta, tehát Zuckerberg cége, a Facebookot és az Instagramot is birtokló Metának az egyik tulajdonosa. Még itt a Wall Street-en is folyamatosan lehet a levegőben érezni a marihuána szagot, ami egyébként is jellemző New Yorkra, de ami még érdekesebb, hogy itt a Wall Street végén található az úgynevezett Trinity Church, tehát a Szent Háromság templom, amelyből kiszűrődik egy vörös fény, ami bevilágítja a Wall Street-et, megvilágítja az itt látható New Yorki tőzsde épületét, és nekem ez a vörös fény, ez inkább ördöginek tűnik. Ez a templom a New Yorki Episzkopális Egyházmegye történelmi plébánia temploma. Kevesen ismerik az Episzkopális Egyházat Magyarországon. Az anglikán egyházból vált ki az amerikai függetlenségi háborút követően. A 60-as évek óta az Episzkopális Egyház egyre erőteljesebben liberális irányba tolódott. Az egyház első számú vezetője Michael Bruce Curry, aki afroamerikai, tehát fekete bőrű. 2015 óta az egyház közgyűlése úgy döntött, hogy kikerül a kánonból, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő között lehetséges. Azóta homoszexuálisok, transzneműek, LMBTQI személyek nem csak házasodhatnak a templomban, de felszentelhetőek diakónusnak, áldozópapnak, illetve püspöknek. A képen látható Gene Robinson lett az első nyíltan homoszexuális püspöke az egyháznak. Ami pedig a Trinity Church-öt, tehát konkrétan a Wall Street templomát, plébániáját illeti. Minden bizonnyal ez a világ leggazdagabb egyházközsége. Még Anna brit királynő adományozott hatalmas földterületet Manhattanben a templomhoz. Az egyház község vagyonát 2011-ben körülbelül 2 milliárd dollárra értékelték. Bár a Trinity Church az Anna királynő által adományozott földterület nagy részét ekkora már eladta. Ennek ellenére a plébánia New York City egyik legnagyobb földtulajdonosa. A plébániának az ingatlan vagyonából származó éves bevétele 2011-ben 158 millió dollár, tehát körülbelül 5,7 milliárd forint volt. Jellemző szimbóluma mindez a Wall Streetnek.